Köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit, ez a Széchenyi Híradó, az egyetemes tudás magazinja. Először nézzük néhány mondatban, mi történt februárban. Infónap az egyetemen, sok az új projekt. Duális mérnökképzés, sikeresen vizsgázott a győri modell. Kiadványt ünnepelt a jogi kar, tárt kapukkal is várta februárban az érdeklődőket. Mintegy 70 milliárd euró áll rendelkezésre kutatási és innovációs programok megvalósítására az Európai Unióban. Ezt Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke mondta Győrben a Széchenyi István Egyetem információs napján. A házigazda egyetem rektorától az infónapon azt is megtudtuk, hogy a campus legújabb projektjei már startkövön várják az uniós program beindulását. Senki nem mehet olyan okos, hogy lehetne még okosabb, ezért szervezzük ezeket a napokat, ezért kérjük a magyarországi társintézményeket, hivatalokat, kormányzati képviselőket és mindenkit, aki ebben a munkában bennünket tud segíteni, hogy jöjjenek el hozzánk, nyitottak vagyunk. Sok sikeres pályázaton és nyertes uniós projekten van már túl a Széchenyi. A hétfői nap azonban nem az ünneplésről, hanem az új programok indításáról szólt. Így köszöntette dr. Földesi Péter a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökét a kampuszon. A megye hozzájárulása az ország GDP-jéhez az nagyon magas. Győrmoson Sopron megye számára áttörést hozhat a 2014 és 2020 közötti időszak, azon belül pedig a Horizont 2020 program is. Ezt már Spaller Endre emelte ki az információs napot megelőző sajtótájékoztatón. A következő években minden eddiginél több, mint egy 70 milliárd euróval támogatja az Unió az egyének, kutatóhelyek és vállalkozások kutatási és innovációs projektjeit. Most azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós forrásokból mintegy 21 ezer milliárd forintnyi összeg áll rendelkezésre, amit persze egész Európából mindenhonnan meg lehet pályázni. Ebből az összegből bőségesen juthatna Győr-Moson-Sopron megyébe is. Azt gondolom, hogy készen áll erre a megye, csak pályázni kell, és hogyha pályáznak, akkor itt megvan az alapja annak, hogy sikeresen tudjanak a cégek pályázni. Évek óta várunk már erre. Ez pedig már a Horizont 2020 információs nap, ahol az új keretprogram szakmai, szerkezeti és adminisztratív elemeiről, valamint a pályázható támogatásokról hallhattak az érdeklődők. A Széchenyi Egyetem kutatói és új projekt elképzelései, ahogy a rektor fogalmazott, már a startkövön várják a program beindítását. Mivel a Győri Széchenyi István Egyetem jó alaposan be van ágyazódva itt a helyi régiós ipari szövetbe, ez azt gondolom, hogy nekünk komoly lehetőségünk vannak. És ugye nem csak itt az Abudit kell megemlítenünk, hanem a beszállítóhálózat, az ipari park többi szereplő, tehát itt van egy olyan KKV struktúra, és ugye itt aki az iparkamara, vagy a kereskedelmi és iparkamarával kapcsolatban, azt látja, hogy itt egy komoly munka folyik ebben a kapcsolatban. Tehát úgy tűnik, hogy a csillagok szerencsés állása alapján nekünk itt most komoly lehetőségünk vannak. Az innovációs pályázatok segítségével Magyarország 350, a megye pedig akár 3 millió eurót is lehívhat 2020-ig. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a 70 milliárd euró 10%-ára mindenképpen kis és közepes vállalkozások pályázatait várják. Brüsszel ugyanis még inkább szeretné helyzetbe hozni a feltörekvő KKV-kat. A Horizont 2020 program nyújtotta lehetőségekről bővebben a Híradó és a Sporthírek után kezdődő Konkrét című műsorunkban hallhatnak. A duális mérnökképzési módszerrel felépített járműmérnök alapszak projektzáró rendezvényét tartották a Széchenyi István Egyetemen. A TÁMOP 4.1.2a projekt két éves programban valósul meg. Sikeresen vizsgázott az úgynevezett győri modell, hiszen összesen 18 német, illetve magyar nyelvű e-learning tananyagot fejlesztettek ki. A duális képzésen alapuló járműmérnök szak a Kecskeméti Főiskola közreműködésével egészült ki. Az ipar azt követeli tőlünk, hogy gyorsan hadrafogható szakembereket bocsássunk ki, mondta dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora azon a projektzáró rendezvényen, mely a duális mérnökképzésben megvalósuló járműmérnök szak tapasztalatait összegezte. A TÁMOP 4.1.2.A projekt mintegy 170 millió forintos költségvetéssel a Kecskeméti Főiskola közreműködésével valósult meg. Ebben az országban két olyan, mondjuk kiemelkedően fontos intézmény van, aki a gyakorlatorientált képzés szempontjából meghatározó, ugye Kecskemét, Győr, nem véletlenül ez a két partner együttműködött ebbe a dologba.
Most eljutottunk odáig, hogy azokat a mondjuk úgy elmaradásokat, például tananyagfejlesztésben és egyéb rendszerzésben most bepótoltuk, de hát most nem egy útnak a végén járunk, hanem egy következő periódus nyitunk meg ebben, hiszen eddig valamilyen módon spontánon alakultak ezek a gyakorlatorientált képzések. Ugye mi szeretjük inkább azt mondani, hogy gyakorlatorientált képzés, általában duális képzésnek hívják, mi azt gondoljuk, hogy az egy része ennek a dolognak, de hát ennek vannak más útjai, módjai, szakterülettől, az egyetem, főiskola, az ipari beágyazottság mértékétől függően lehet ezeket a dolgokat vinni. A visszajelzések egyértelműen pozitívak, hiszen ugye arról volt szó eddig, hogy egy új típusú képzést próbálunk régi típusú tananyagokkal és régi típusú rendszerbe csinálni, meg lehet ezt tenni, de egyszerűbb sokkal az életünk, hogyha erre specializáltan kialakított dolgokkal foglalkozunk, és azokat használjuk a mindennapi oktatási folyamatban. A két éves projektben jelesre vizsgázott az úgynevezett győri modell, hiszen összesen 18 tananyagot állítottak össze, melynek jelentős része német nyelven is elkészült. A tananyagokat pedig e-learning rendszerben tutorok segítségével sajátíthatják el azok a hallgatók, akik munka mellett tanulnak. Már 4,5 évet ki vannak a hallgatók, nagyon jó eredményeket érnek el. Ezt olyan szemszögből érdemes figyelni, hogy ők az utolsó 2,5 évet vannak fizikailag heti 40 órában kint a vállalatnál, ezért a tantárgyaikat itt már e-learningbe vagy blended learning képzésbe fogják elsajátítani. Erre készültek ezek a korszerű tananyagok, tehát nekik nem könnyű, mert egyszerre dolgoznak is, és egyszerre az utolsó 2,5 évben be kell fejezni az adott szakirányon. A hallgatók mellett az oktatók fejlesztésére is komoly figyelmet fordítottak a projektben, aminek az eredményeit és tapasztalatait egy tanulmánykötetben foglalták össze. Hazai sikertörténetek, amikből bárki inspirációt gyűjthet saját vállalkozása elindításához és fejlesztéséhez. Ezt kínálta az érdeklődőknek, hallgatóknak, ötletgazdáknak, útkeresőknek és vállalkozni vágyóknak a Példakép Roadshow, melynek első győri állomását rendezték a Széchenyi István Egyetem hallgatói oktatói klubjában. A roadshow-t a Példakép Alapítvány indította útjára azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a fiatal vállalkozókra és vállalkozói példaképet állítson a fiatal generáció elé. Csiszka Zsolt és Kis Gergely, két sikeres vállalkozó, akik bekerültek a Példakép Alapítvány 50 legsikeresebb fiatal vállalkozója közé. Az alapítvány csütörtökön az egyetem hallgatói oktatói klubjában szervezte meg országjáró roadshow-jának első állomását, hogy kitűzött céljukhoz hűen minél szélesebb körben mutassák be hazánk fiatal cégvezetőit. A megjelenteket, a példaképeket dr. Kovács Gábor, oktatási rektor helyettes köszöntötte. A példaképek utat mutatnak számunkra, inspirálnak bennünket, és megmutatják azt, hogy a siker, bár dolgozni kell érte, tulajdonképpen elérhető számunkra, nem valami elérhetetlen távoli dolog, nem a hollywoodi filmipar terméke, hanem valós, elérhető cél. Hazai sikertörténetekből sosem elég, már csak azért sem, mert így a fiatalok vonzó, elérhető és követhető pályát láthatnak maguk előtt. Nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, támogatói oldalon is, és vállalkozói oldalon is. Eleve 417-en jelentkeztek tavaly a pályázatunkra. Én azt gondolom, hogy önmagában ez a szám is igazolja azt, hogy nagyon sok példaértékű vállalkozás van az országban, akikről nem tudunk, nem ismerünk. Nem feltétlenül csak a kiugró sikereket kell keresni, az olyan sztorikat, akik már a tengeren túlon is boldogulnak, hanem azokat a hétköznapi, de nagyon erős és szilárd talpakon, lábakon álló sikereket is, amik viszont sokkal közelebb vannak a diákokhoz, sokkal inkább meg tudja őket szólítani, mert közelebb érzik magukhoz. Csiszka Zsolt és Kis Gergely is sokat küzdött azért, hogy álmait megvalósítsa. Nem szabad azonban hirtelen döntéseket hozni. Egy sikeres vállalkozást gondosan meg kell tervezni, és fel kell építeni. Mielőtt az ember vállalkozást alapít, nem árt valami munkatapasztalatot szerezni, vagy megnézni azt, hogy mások hogy csinálják. Győrben ugye ez egy ilyen ipari város, itt nagyon sok lehetőség van nagy cégeknek dolgozni, közvetlenül vagy közvetve, ahol el lehet sajátítani, hogy hogy néz ki egy munkafolyamat, mit jelent a minőségfogalom, mit várnak el egy beszállítótól például, és akkor erre a tudásra ráépítve lehet kilépni önállóan a vállalkozási piacra.
Győrben optimális gazdasági környezet várja a pályakezdő vállalkozó kedvű fiatalokat. Az alpolgármestertől arra is választ kaptunk, hogy mi lehet a siker titka. Kell hozzá egy adott gazdasági környezet, egyfajta szerencse is természetesen, de én nem ebben hiszek, az én véleményem szerint a befektetett munka és a hozzáadott tudás, ez a kettő, ami a legfontosabb, és éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy akár a középiskolák rangsorában, akár az egyetemek rangsorában, a győri középiskolák, illetve egyetemek, hiszen a Nyugat-Magyarországi Egyetem is itt működik, a Széchenyi István Egyetemen túl, rendkívül eredményesek és sikeresek. A csütörtöki rendezvényen megjelent hallgatók közül bizonyára sokan ötletet merítenek a példaképek pályájából. Egy példakép ugyanis olyan motiváló tényező, melyet nem lehet mással pótolni. Februárban 244-en kezdhették meg tanulmányaikat keresztféléves képzések keretében az egyetemen. Ez a létszám mintegy 20%-kal több, mint az előző évben, hiszen a gazdaságtudományok képzési területen 1/3-ával, míg a műszaki képzési területen 15%-kal emelkedett a hallgatói létszám. A mérnökképzésben a járműipar és a logisztika továbbra is vonzó, míg a gazdaságtudományi területen a marketing, valamint a vezetés-szervezés a meghatározó. Tovább nőtt a Széchenyi István Egyetem népszerűsége, legalábbis a keresztféléves képzések számai ezt tükrözik. Az előző évhez képest 20%-kal emelkedett azoknak a száma, akik a mester- és távoktatási szakokon kezdik tanulmányaikat. Ez szám szerint 244 hallgatót jelent. Tavaly évhez képest mind az első helyes, mind az összes jelentkezés szempontjából egy jelentős növekedés volt, tehát a tavalyi hasonló keresztféléves eljáráshoz képest az intézményünkben. Ez a felvettek számában is megmutatkozik, hiszen intézményi szinten 20%-kal nőtt a felvett hallgatóinknak a száma. Ez a gazdaságtudományok képzési területen 33%-ot jelentett, a műszaki képzési területen pedig közel 15%-ot. A keresztféléves képzés azért jelentős, mert egyre több a 7 féléves alapképzés, így aki a mesterképzésen folytatná a tanulmányait, fél évet csúszna, ha nem kezdhetné el februárban. A mesterszakok között továbbra is a járműiparhoz kapcsolódóak a legkeresettebbek. Nagyon fontos hívószó, főleg itt Győrben a járműipar és a járműiparhoz kapcsolódó mesterképzési szakok azok, amelyek nagyon keresettek, illetve egy nagyon fontos hívószó a logisztika. A logisztika területén is nagyon sok jelentkezőnk és érdeklődőnk van. A közgazdasági területen ott sokkal inkább a kicsit talán általánosabbnak mondható vezetés és szervezés, marketing, illetve, hogy említettem, a regionális és környezeti gazdaságtan, ami egy picit kisebb létszámmal, de indult idén is, ezek iránt van érdeklődés. Alapvetően ugye ezeknek a mesterszakoknak vannak alapképzési szakja is, tehát hozzátartozó alapképzési szakja is a Széchenyi István Egyetemen. Ezért nyilván túlnyomó részt a saját hallgatóink azok, akik jönnek, de egyre több, egyre szép számmal vannak egyre többen olyanok is, akik más felsőoktatási intézményből jelentkeznek hozzánk. A mesterképzés mellett alapszakokat is hirdetett a Széchenyi Egyetem, így közlekedésmérnöki és műszaki menedzser szakon távoktatásban e-learning rendszerben juthatnak tudáshoz a felvett Széchenyi is hallgatók. Megjelenésének 5 éves évfordulóját ünnepli a Jog Állam Politika című folyóirat, mely a Győri Egyetem jogi karának referált tudományos kiadványa. Az évenként 4 számmal jelentkező 500 példányban megjelenő kiadvány többek között lektorált tanulmányokat közöl, melyet a hallgatók tanulmányaik során is tudnak hasznosítani. Erről is szó esett azon az előadásokkal színesített konferencián, melyet a lap jubileumának kapcsán rendeztek a jogi kar vezetői és a lap kiadói az Egyetem hangversenytermében. A Győri Campus hangversenytermében, azaz a zsinagógában ünnepelte a jogi kar az általa 5 évvel ezelőtt elindított Jog Állam Politika című lap születését.
A referált, tudományos kiadvány lektorált tanulmányokat és recenziókat közöl, olyan nívóval, melyet a Magyar Tudományos Akadémia is elismert, hiszen 2011-ben A kategóriás minősítésben részesítette a folyóiratot. Természetesen ez a folyóirat nyitott, doktoranduszok, doktorandák is írhatnak bele, tehát ez is egy hozzáadott érték, hogy az ő publikációs tevékenységüket is segítjük ezáltal. A graduális képzésben a hallgatók pedig olvashatják mindazokat a tanulmányokat, amelyek megjelennek a folyóiratban. A rendezvényt tudományos előadások színesítették, ahol többek között Kukorelli István prezentációját is meghallgathatták az érdeklődők. A szakember szerint igenis szükség van az e fajta fórumokra. Nagyon fontos, hogy 5 évvel ezelőtt a Jogállampolitika című folyóirat megalakult, és fórumot teremt a munkatársaknak, különösen a fiatal tudós kollégákra gondolok, és ez szokás a világon mindenütt, Európa szerte, hogy időnként megállnak a tudományos műhely moderátorai, és akkor izgalmas, aktuális témákban összeülnek és egy jót beszélgetnek. Az évenként 4 számmal jelentkező, 500 példányban megjelenő kiadvány naprakészségét tükrözi, hogy szerzői újabb és újabb terveket dédelgetnek a publicitását illetően. A papíros anyagú megjelenés után, ez éppen most kerül, éppen most fogja bejelenteni majd a Takács Péter tanár úr, hogy egy elektronikus fórumra föltesszük az internetre, és internetről is hozzáférhetővé válik a lapnak, nem csak a mostani vagy ezutáni számai, hanem a korábbi számai is. A délutáni előadások éppen ezt a jövőképet vázolták, vagyis hogy a mai modern, interaktív világban is helye van a folyóiratnak. Egy 6 állomásos országos roadshow keretében elsőként Győr és a Széchenyi István Egyetem adott otthont az Irány külföld elnevezésű ösztöndíjas bőrzének és oktatói információs napnak. A rendezvényt a Tempusz közalapítvány és a Balassi Intézet hívta életre a Campus Hungary program keretében, amely egy TAMOP 4.2.4 projektben valósult meg, és eddig mintegy 6000 hallgatónak nyújtott támogatást az elmúlt esztendőkben. A bőrzén az ösztöndíjas élménybeszámolók mellett angol nyelvi készségfelmérővel és interkulturális tréningekkel is várták az érdeklődőket. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy esélyt és lehetőséget nyújtsunk a hallgatóknak ahhoz, hogy külföldön tapasztalatot szerezzenek. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Tempusz közalapítvány részéről Dobos Gábor az Irány külföld elnevezésű ösztöndíjas bőrzét és oktatói információs napot a Széchenyi István Egyetemen. A Tempusz közalapítvány a Campus Hungary ösztöndíj program keretében indította el a roadshowját, ami a 6 kiválasztott vidéki nagyváros közül elsőként Győrbe érkezett. Ennek az információs napnak a programját úgy állítottuk össze, hogy a hallgatók első kézből kaphassanak információkat az elérhető ösztöndíjak szinte mindegyikéről, és emellett kapjanak egy kis betekintést abba, hogy milyen is az ösztöndíjas lét, és ezt pedig előadásokkal, élménybeszámolókkal és tréningekkel színesítve kapják meg a mai napon a hallgatók. A hallgatók pedig éltek is a lehetőséggel, és többen már a megnyitó után meglátogatták a standokat, hogy minél előbb megszerezzék az értékes információkat. Adunk neked egy ilyen gyűjteményt, amiben néhány ösztöndíjat, ami most aktuális kiválogatott. A bőrzén az ösztöndíjak széles spektrumát vonultatták fel a szervezők, így az Erasmus Plus programmal is megismerkedhettek az egyetemisták. De természetesen a Campus Hungary-ről is hasznos információkat kaphattak, melynek keretében eddig több mint 6000 hallgatót támogattak. A támogatásból Széchenyi diákok is részesültek, akik egyre tudatosabban keresik a határon túli lehetőségeket. Egyre több hallgató szeretne a Széchenyiről is kiutazni. A statisztikáink szerint meg ötszöröztük a kiutazók számát az utóbbi 10 évben, és ami meglepő, vagy hát nem meglepő, de örömteli meglepetés, hogy a bejövő külföldi hallgatók száma is ugyanilyen arányba, sőt, ha lehet, akkor még egy kicsit jobban emelkedik, ami még inkább ösztönzi az itteni hallgatókat, hogy kimenjenek külföldre, hiszen kapcsolatot építenek. Egyébként az idei ösztöndíjas bőrze először bővült oktatói információs nappá, melynek során a katedrán állók is hasznos tudást szerezhettek.
12. alkalommal szervezte meg a Széchenyi István Egyetem Kauz Gyula gazdaságtudományi kara és a Kauz Gyula közgazdász szakkollégium az országos pénzügyi esettanulmányi versenyt. A megmérettetésre idén 15 hallgatói csapat érkezett az országhatáron innen és azon túlról is, hogy felsőoktatási intézményeket képviselve a gyakorlatban is kipróbálják elméleti tudásukat. Nagyon köszöni a zsűri tagoknak, nagyon köszöni az összes többi egyetemnek, hogy elindították a csapataikat. Dr. Papillon a dékán tolmácsolta a dr. Földesi Péter rektor szavait azon a díjátadón, amit vasárnap tartottak a Széchenyi István Egyetemen. Természetesen az eredményhirdetést eredményes verseny előzte meg, hiszen immáron 12. alkalommal hívták életre az országos pénzügyi esettanulmányi versenyt, melyre az ország jól ismert felsőoktatási intézményei mellett az országhatáron túlról is érkeztek csapatok, hogy a gyakorlatban is kamatoztassák pénzügyi ismereteiket. Esettanulmány versenyek körében országosan is egy kimagasló hírnévre tett szert a verseny, országos elismertségű lett, és hát nagyon örülünk annak, hogy idén is sikerült megszerveznünk ezt az eseményt. De a versenyről azt fontos tudni, hogy gyakorlatorientált tudást, visszajelzést próbál adni a résztvevőknek. Ugye jelenleg is a mostani versenyen is egy létező cég, valós pénzügyi problémájára kerestek megoldást a hallgatók, és a zsűriben is a helyi üzleti élet vezető személyiségei foglaltak helyet. Mint minden esztendőben idén is egy, a térségben működő vállalat valós pénzügyi problémájára keresték a megoldást a hallgatói csapatok. A szakemberek elmondás alapján idén elég nehéz esett tanulmányt kaptak a versenyzők, ami célja volt a szervezőknek, hiszen azt is figyelték, hogy a hallgatók hogyan viselkednek stressz helyzetben, és képesek-e gyorsan jó döntést hozni. Ez az esettanulmány egy nagyon jó példa volt, hogy amit az egyetemen tanulnak, az használható, nagyon sokat segít az egyes problémák leképezésében. Igazából a gyakorlat és a tapasztalat hiánya sokszor ahhoz vezet, hogy egy-egy tévedés végig görgetve az egész esettanulmányon sajnos téves eredményt hoz, de alapvetően jó a megközelítése a diákoknak, és ügyesen szerepeltek szerintem. A Széchenyi Egyetem idén is remekül helytállt a versenyen, a legjobban pedig a Babes-Bújai Tudományegyetem csapata teljesített. Együttműködési megállapodást kötött a Mobilis közhasznú non-profit Kft. A fogyatékkal élőket koordináló szervezetekkel. A megállapodás szerint a Mobilis vállalja, hogy évente két alkalommal rendkívül kedvezményes úgynevezett társadalmi felelősségvállalási jegy megvásárlása ellenében biztosítja a belépést a Mobilis interaktív kiállítási központba. A megállapodás az Adj egy élmény című programhoz kapcsolódik, melyhez továbbra is lehet csatlakozni. Együttműködési megállapodás kötésére érkeztek a fogyatékkal élőket koordináló szervezetek képviselői a Mobilis ügyvezetőjéhez. A Felfedezések Háza az Adj egy élmény című programnak köszönhetően közel 10 szervezettel tud együttműködni a jövőben. Egyesületünk a Kamelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete koordinálja az Adj egy élmény nevű programot itt Győrben, ami egyidejűleg 8 magyar városban működik jelenleg. A Speciál Pécs hozta létre ezt a programot tulajdonképpen annak abból a célból, hogy a fogyatékossággal élő emberek és a nem fogyatékossággal élő emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. Egy élmény alapot hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy nem pénzt várunk ebbe az alapba, hanem élményeket. A program indulása óta már van megvalósult élmény. Most pedig a Mobilis is csatlakozott, akik igyekszenek úgy koordinálni majd a programokat, hogy azok szervezetenként személyre szabottan igazi élményt nyújtsanak a speciális helyzetben élőknek. A szervezeteknek azt ajánlottuk föl, hogy évente két alkalommal, 25 fős csoportokban maximalizálva hozhatják el azokat az embereket, akikkel ők együtt dolgoznak, együttműködnek, akiket segítenek, és nyilván maga a szerződés az pedig egy hosszú távú valami, tehát nem csak egy évre szól, vagy nem csak erre a két csoportra szól, hanem a következő évben ez folytatható, amennyiben természetesen a segítő szervezetek is úgy gondolják, hogy ebben van érték. A megállapodások mostani aláírása azonban nem azt jelenti, hogy lezárult ez a program. A csatlakozni kívánó szervezetek jelentkezését továbbra is várják. Az együttműködő szervezetek képviselőitől azt is megtudtuk, hogy már készülnek a megengedett létszámú csoportokkal, hogy elvesztenek a tudományos kincsestár rejtelmei között. Szeretnénk inkább vidékről hozni fiatalokat, akik nehezen jutnak el ide,
és azt gondolom, egy iszonyatos nagy élménnyel lesznek ők gazdagabbak ezáltal, hogy itt látnak csodákat, az ő szintjüknek megfelelően elmagyarázzák meg, hogy hogyan kell értelmezni itt a dolgokat. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, és nagyon-nagyon örülünk a lehetőségnek. A sikert sorstársaink, amit nagyon tudnak érni és érteni a látottak alapján, tehát amit kiállítási tárgyak vannak, ez már korábbi tapasztalatom, hiszen 2 évvel korábban már voltam itt. Tehát lényegében a kiállítási tárgyak, amik itt vannak, ezeket ki lehet próbálni, meg lehet fogni őket, egymáskor ki tudják cserélni a véleményüket, hogy mi az, amit látnak. Itt lényegében olyan kiállítási tárgyak vannak, amik szokatlanok, hát mégis szokatlanok, és ettől érdekesek, ettől egy maradandó emléket tud biztosítani a sorstársaink részére. Az aláírást követően az első csoport, akik az ELSZI Győr fogyatékosok napközi otthonából érkeztek, birtokba is vették a felfedezések házát. Ennyi fért a februári Széchenyi híradóba. Ne feledjék, egy hónap múlva ismét jelentkezünk a tudás világából.